Nem tekintem a rejtvényfejtést élet-halál küzdelemnek. De azzal ugye tisztában van, hogy a segítséggel oldja meg a kocsmában felszínes győzelmet a nap. Janet és Josh együtt utaznak a San Franciscóból induló gyorsvonaton. Janet pszichoterapeuta, profi rejtvényfejtő. Az ajtók záródása előtt ugrik fel a kocsiba Josh, aki éppen munkanélküli, amatőr rejtvényes. Mindketten a New York Times keresztrejtvényét fejtik útközben. Janet, aki azt gondolja, hogy a keresztrejtvény az élet metaforája, segít Joshnak, és időközben egyre több mindent tudnak meg egymásról. A szokásosan unalmasnak induló utazás érzelmessé és szenvedélyessé válik. Erről szól a két szereplős darab, amely olyan nagy sikert aratott a Vidor Fesztiválon, hogy a Rózsavölgyi Szalon előadására most újra minden jegy elkelt. Pokornilia, aki Janetet játsza, ezúttal még nagyobb izgalommal lépett színpadra Nyíregyházán. Most azért bennem van az, hogy nyilván a nézők, akik ma este érkeznek, azzal a elvárása vagy kíváncsisággal érkeznek, hogy na most megnézzük a nyertes előadást. És ettől sokkal jobban izgulok most érdekes módon, hogy ne az legyen az érzésük, hogy esetleg nem erre számítottak, mert én azt gondolom, hogy hiszek annyira ebben az előadásban magunkban, és abban, hogy annyira szép anyag, és annyira jó ezt játszani, hogy szerintem azért ez a nézőknek is majd átjön. A Josh szerepét alakító Király Dániel úgy gondolja, nagyon közel áll hozzá ez a karakter. Elég testhez álló. Gyakorlatilag én vagyok. Hát nem maga a karakter, de elég sokat merítettem abból, ahogyan én szoktam viselkedni. Ez az állandó viccelődés, ez nekem nagyon ismerős, tehát én magam is, főleg, hogyha szorongok, akkor azzal szoktam mondani a saját és társaim szorongását is, hogy egyfajtában humorizálok valamin, és ennek a karakternek ez egy nagyon meghatározó attribútuma. Pokornilia a legjobb női alakításért járó Kolombina díjat, Király Dániel pedig a legjobb férfi alakításért járó Arlecchino díjat október elején vehette át Kirják Roberttől, a Móri Zsigmond Színház igazgatójától és Trokán Pétertől, a zsűri elnökétől.